Szevasztok tesók! A mai videóban meg fogjuk kóstolni a Hellnek a Summer Cool Edition-jét. Az a neve, ugye? Így van, nagyon felkészült vagyok. Ez a két Summer Cool Edition, amit a Hell mindig ugye kiad nyárra ilyen limited edition-öket, amiket csak nyáron kapsz, és minden évben kiad újat. Ez az idei. Már kijött szerintem vagy egy hónapja, de most jutottam oda, hogy megkóstoljam, mert csak. Úgyhogy, de szerintem én nem vagyok elkésve, hiszen kb. Nyárnak az első napjai vannak. Nem tudom, hogy ti ittátok-e már, de tök mindegy. Én akkor is meg fogom nektek kóstolni, és ti meg remélhetőleg lájkoljátok és szeretitek. Szóval a két Summer Cool Edition, amivel most kijött a Hell, az egyik, majd nyilván rakok be ide képeket. Szóval amiről beraktam most képeket, az ugye ez a Peach Lemon, ez a barack citrom, ami hát nem tudom milyen lesz, mert így ha én ránézek a dobozára, az tök jól néz ki, ez a zöld rózsaszín lófasz. És valahogy ebben nekem ez a barack feeling, ez így nem illik be, a citrom az igen, szóval így a leírás az rosszabbat sejtett, mint a doboz. És azt mondja amúgy, hogy vörös őszi barack, citrom, lime és tutti frutti ízű cuccos. Úgyhogy ez az egyik. Aztán most jön a másik, rakjuk be képeket. A másik, amit pedig most láthattatok, az watermelon, azaz görögdínje ízű. Ennek is amúgy tök jó doboza, ugye ezek így párban vannak, ugye ami a másikon zöld, az ezen rózsaszín is fordítva, szerintem ez faszán néz ki, amúgy ez is. És itt az a félelmem, hogy az ilyen görögdínje ízű, az mindig olyan szokott lenni, mint amikor esztetek a görögdínjét, és ott kifolyik a leve, és hogyha azt így, mintha fölhörpintenétek, az a híg ilyen görögdínje lötyi, amit én nem nagyon szeretek. Valaki biztos szeret, és általában amit én ittam ilyen görögdínyés üdítőt, például görögdínyés bolerót régen, az hát nem volt valami finom. Úgyhogy lehet, hogy ez is szar lesz, és lehet, hogy szar lesz a barack, mert nem tudom mi lesz itt, de megkóstoljuk őket, az a biztos. Kezdjük ezzel. Hát ilyen nagyon halomány görög dínye illat. A vágások, amik vannak, azok azért vannak a részek között, ahol nem kéne legyen, mert a szomszéd a szokásos vasárnapi húsklófolást csinálja, és nem akarom, hogy behallatszódjam. Szóval ami ebből megcsap, amit itt közben szimatolgattam, az egy ilyen sima, nagyon gyenge görög dínye illat, és tényleg, hát nem, eddig nem túlzom gerjesztő, mert olyan, mint egy ilyen, van benne valami rágós, meg van benne valami ilyen enyhe görögdínje, ami nem ilyen túl... Hát nem tényleg túl. Tényleg van, mint a görögdínjének a leve. De kiöntöm, aztán meglátjuk. Én nem fér be az egész. Most megkóstolom ezt, aztán utána kiöntöm a másikat. Addig hagyom ezt az élményt majd ülepedni. Na, viszont az íze az nem olyan rossz, mint az illata. Mondhatni kellemes csalódás, mert olyan rá, mint egy rágó. Van benne valami görögdínyés, de van benne valami ilyen rágógumi feeling. Pedig annyit ír, hogy görögdínyés tutti frutti. Nincs benne más. Nem olyan rossz. Sokkal jobb, mint a bolero, amit ittam annó, hogy a görögdínyés bolero. Egész jó. Mint valami rágó gumis. Nem is annyira dominál ez a görögdínye X benne valahogy. Nem olyan, mint amit így elképzeltem. Kicsit, nem pont olyan, de kicsit a íze jut eszembe, amire azt mondtam, hogy az a kék Monster, a nem tudom már mi volt a neve, Ultra Blue. A mindegy, amelyikre azt mondtam, hogy hupikék-törpikék íze van, meg színe van, és ilyen rágós volt, kicsit valahogy arra emlékeztet. Némi enyhe görögdínye beütése. Úgyhogy igazából ez nem olyan rossz. Nézzük a másikat. Peach lemon.
De meg nagyon gyenge illata van, és ami inkább dominál benne, az az a citrom. A barackot azt nem nagyon érezni. Meg szerintem általában az ilyen barackos dolgoknak nincs erős illata, mert akkor már egy nagyon gej barack lenne. Ja, a citrom illat dominál. Hát... Ez most kicsit bánt, hogy ilyen színe van. Reméltem, hogy olyan lesz, mint a izé, hogy mondjuk az görög dinnye, és akkor a színe oké. Okay, és reméltem, hogy ez meg ilyen... Szóval azt reméltem, hogy ilyen színe lesz, mint a doboznak, baszki, hát, mert az kb. Olyan, mint a doboz. Ez miért nem olyan? Miért nem zöld? Hát, na mindegy. Az ízén ez persze nem változtat, de kis csalódás. Ami zöldre számítottam. Hát most már érzem a barackot, ez a kórházi híg barack tea illata, amire emlékeztet őszintén szólva, amit az ember így kap, és se nem édes, se nem jó, hanem ez igaz, ilyen híg, ilyen enyhén barackos kórházi tea, tényleg az. És még a citrom is ebbe belepasszol, gondolom, mert abba is szoktak biztos rakni valamennyi citromot, csak nem eleget soha. Tehát ez tényleg olyan, mint a kórházi tea. Így legalábbis illatra, aztán lehet, hogy ez is pozitív csalódás lesz mindjárt. Ja, az íz az erőteljesebb, mint a kórházi tea. Igen, ízben jobban dominál a barack, mint a citrom, szerintem. Citrom talán egy, hát ja, valami ilyen lájmos savanyúságot érezni benne, plusz a barack, szóval is azt adja, ami rá van írva. Barack és citrom. Igazából nem rossz. Nem rossz. Azt képest, nem szeretem nagyon az ilyen barackos dolgokat, még ájszlába szeretem, de hogy ilyen szénsavas cuccba nem. Nem rossz. Igazából nem rossz. Kicsit geil, de nem olyan rossz. Nem nagyon tudom mihez hasonlítani egyébként, de végül is azt adja, ami rá van írva. Úgyhogy ha szeretitek a barackot a citrommal, akkor, ja, akkor szerintem ez nem lesz nektek csalódás. Jó, hát végül is ennyi lett volna, ez a két Summer Cool Edition. A kettő közül szerintem ez a jobb, ez kicsit ilyen érdekesebb is. Meg az egész fasza. Ezt én azt mondom, hogy érdemes venni, meg így lehet, hogyha rákívánok, akár veszek is. Ez teljességgel iható, nekem nem annyira az ízlésem, de szarnak nem mondanám. Szóval amennyire szarok voltak a gamer hellek, az a Summer Edition ez legalább jó. De egyébként is úgy emlékeztem, hogy a hellnek a Summer Edition-je az jó szokott lenni, mert nem tudom, hogy tavaly mi volt már. De hogy emlékszem, az is íz lett, meg vettem párszor olyat, ami rá volt írva, hogy Summer Edition. Úgyhogy nem tudom, ennyi. Szerintem ezt érdemes kipróbálnotok, ilyet kaptok kb. Szerintem most minden boltban, mert most jött be. Most tombol a nyár, végre egy hete nem kell fűteni. Úgyhogy ennyi lett volna. Ezután majd persze jön a Mommy Girlfriend. Akarom mondani, bocs, a Mommy Girlfriend volt, jön a Goat Girlfriend. Már megírtam a forgatókönyvet, csak amikor föl kell venni, úgyhogy jövő héten várhatjátok. Addig is nézzétek meg a Mommy Girlfriendet, mondjuk, ha nem láttátok az előző videón, megiratkozzatok fel, és toljatok egy kúrólákot. Hello!